A most következő beszélgetésben két lelkes fiatalemberrel, Varga Dániellel és Szarvas Norberttel ismerkedhetnek meg, akik nagy célokat tűztek ki maguk elé, összefogással és egy egyesület vagy alapítvány létrehozásával azt kívánják segíteni, hogy javuljon a magyarországi vasúti közlekedés színvonala. Arra kérem két vendégünket, hogy nagyon röviden mutatkozzanak be, mivel foglalkoznak, milyen iskolába járnak. Dániel. Varga Dániel vagyok, Tiszaföldön lakom, jelenleg a debreceni Baross Gábor szakközépiskolába járok, közlekedés szakra. Ez maga egy közlekedési szakközépiskola, ugye? Igen. Mit tanul itt, milyen szakon? Közlekedés szakon és közlekedés technológus szakképesítést kapunk. Mikor? Hány év? Mennyi van? Rendes jövőre, 12. év végén. Norbert, hasonló cipőben tulajdonképpen? Hát Szarvas Norbert vagyok, én is tiszafüredi lakos. Én jelenleg ide a Kossuth Lajos gimnáziumba járok, jelenleg végzős, érettségi előtt állok már. Mit mondjuk? Hát például azt, hogy mi lesz érettségi után. Mostanában kell eldönteni, ugye, hogy hát, továbbtanulás merre. Én jelen esetben tovább tanulni nem megyek. Én egy szakra fogok majd jelentkezni külön, úgyhogy életrajzzal, meg be kell menni ilyen beszédre előtte. Ez például most, amire jelentkezek majd, ez egy jegykezelő tanfolyam lenne, ugye mint vasúton szeretnék elhelyezkedni, és így arra döntöttem, hogy mivel azért sűrűbben indítanak ilyen tanfolyamokat, így inkább oda jelentkezek elsőnek, és akkor majd onnan tovább tudok lépni másik szakra esetleg, hogyha akarok. Természetesen vasútról fogunk beszélgetni mindenféle aspektusból. Talán Dániel volt az ötletgazda, aki ezt a Tiszató vasút baráti kört létrehozta. Mikor történt ez, hogyan, milyen célokkal? Ez 2013 nyarán történt, végülis olyan célokkal, hogy valahogy segítsük a Tiszató, illetve a környék vasútvonalainak a fennmaradását, ápolását, és minél jobbá tegyük a vasútvonalakat, illetve a közlekedést, meg netán az állomások környékét is. Hát azért fiatal emberek számára ez elég nagy és komoly célkitűzés, és gondolom valahol el kellett kezdeni. Mennyien vannak egyáltalán, és a csapat mit csinált eddig, vagy milyen terveik, elképzeléseik voltak az induláskor? Eddig jelenleg próbáltuk bemutatni, meg így összehasonlítani Magyarország más vasútvonalaival így a környékünket. Ezeket körutakkal csináltuk, jelenleg a csapatban ketten vagyunk, semmilyen támogatás nélkül szinte, csak a körútunkra kaptunk szponzori támogatást, és akkor abból tudtunk utazni. Tehát most tulajdonképpen az a cél, hogy önök is ismerkedjenek azzal, hogy Magyarország vasútvonalai, vasúthálózata hogyan is néz ki. Beszélhetünk már többes számról, tehát a körutak, vagy még csak egyetlen egy volt ilyen? Többes számról beszélhetünk. A megalakulásunk óta már ez volt a második körút, ami most túl vagyunk. Megalakulásunk előtt már voltunk együtt és több körúton Magyarország számos táján. Dani, mennyire hivatalos ez a baráti kör? Tehát valami egyesületi alapítványi formát adtak neki? Még nem. Ez idénre van betervezve, hogy egy egyesületi vagy alapítványi formátuma legyen ennek a dolognak. Most itt ketten beszélgetünk, de azért nem ketten vannak. Norbi, kik azok, akik nincsenek most itt? Hát most jelen esetben még egy emberről lehetne beszélni. Jelenleg ő is itt lakik, ugye itt a debreceni vonalon, csak hát ővel nem mindig tudjuk tartani a kapcsolatot. Még nem tudjuk, terveztük volna, hogy több embert vegyünk be a csapatba azért, hogy ne csak mi itt Füred környékéről vegyük be a vonalakat, hogy tényleg most csak erről a kettőről ugye hivatalosan, de hát még mondjuk, ha ide sorolhatjuk, ugye a KK-Polna kisújszállás vonalat is, mert az is azért a Tisza mentén fekszik, ugye Kiskörösjavára, és próbálnánk még onnan is embert azért beszerezni, hogy esetleg ő onnan tudósítana. Mi azért mondjuk nyáron, sőt, elmondhatjuk, hogy amióta elindultunk, azóta folyamatosan hozzuk a híreket, próbálunk mindent megtenni azért, hogy a
ha még egy ilyen kis eldugott helyről is valami, vagy eldugott helyen is van valami, akkor esetleg azt is megtudjuk, hogy az igazából mi is. Meg igazából megküzdünk a célunkért, amit el szeretnénk majd később érni ezzel. Úgyhogy ami csak tudunk, azt mindent megteszünk azért, hogy ezt fenntartsuk itt Füreden is, vagy akárhol. Mert ugye igazából ez az ötlet, hogy hozzunk létre egy ilyen csoportot. Ez egy Békés Csabai csoport javára jött, a Viharsarok vasútja csoportból, és onnan vettük át úgy igazából a mintát, sőt ők is segítettek ebbe, hogy ők is, na szóval besegítettek ebbe, hogy létrejöjjünk, és azóta is elég jó kapcsolatban vagyunk velük, úgyhogy tervezzük velük is a találkozást. Már többször volt, hogy körúton érintjük őket, csak hát soha nem jött össze a találkozás velük, mert éppensége nekünk 10 perc volt az átszállásra esetleg, vagy éppensége csak a csoportból az egyik tag, ugye ez az volt, amikor Békés Csabára lementek a mozdonyparádéra Daniék, és akkor is lett volna találkozó, de utána ugye, hogy én nem tudtam menni, és ehelyett nem találkoztunk inkább, de tervezzük azért. Ők is hasonlóan fiatal emberek, lelkesek, és óriási célokat tűztek maguk elé? Vagy még nem is tudják pontosan, hogy kik ők? Hát én most nem tudom pontosan, hogy ők most gimnázium után vannak, vagy még gimnazisták-e pontosan, úgy nem ismerjük őket. Egy pár embert úgy tudunk nagyjából, hogy ki, de úgy, hogy tényleg, hogy most gimnazista, gimnázium után van, vagy már benne van a szakmában, vagy akár ilyenről még mi se tudunk teljesen, de majd későbbi ismerkedésünk után majd ezt megtudjuk tőlük is. Olvastam a honlapjukat, találkoztam a Facebook oldalukkal. Nagyon izgalmas dolog az, amik ott megjelentek. Mennyire volt idejük arra, hogy a Tiszató körüli vasutat, vasútvonalakat, vasútállomásokat megismerjék? Mert azt tudom, hogy jártak Győrbe, Balassagyarmaton, Zala megyében. Tehát itt Tiszafüred vagy a tó körül mennyire tudtak már körülnézni? Ugye a 103-as, illetve a 108-as vasútvonalak, amelyek a Karcag-Tiszafüred, illetve a Debrecen-Füzesabony vonalakat takarják. Itt mindegyes kis állomás megállót teljesen már megbírtunk nézni. Jelenleg terbe vettük, hogy ha netán megalakul az egyesület vagy alapítvány, akkor szeretnénk majd Tiszafüred gyártelep megálló helyen a megálló beállóját egy kicsit rendbe tenni. Aztán most már... milyen állapotban van? Én régen jártam, ott szét volt verve. Valami ilyen tapasztalatom van? Igen, szét van verve, jelenleg teteje sincsen, tiszta rozsda az egész, illetve egy kicsit ugye a gazt kéne kitakarítani ugye a peron részről is. Uh-huh. Norbi, a tó másik oldalán, tehát a jobb oldalán, ott jártok már? Mert Dani most említi ezt a két hozzánk közeleső vasútvonalat. Terbe vettük azt, hogy ugye még a 102-esen, ugye az a kisújszállás Kálkápolna vonal lenne, tervezzük oda is, hogy oda is azért elmegyünk, mert én mondjuk nem ismerem, de Tiszatóhoz is tartozik, és ezért azt mondtuk, hogy a Tiszatónak, a Tiszató vasútjának érdemes lenne azt a vonalat is ismerni, menni, de még nem jártunk mi se arról, de viszont terbe vettük, hogy esetleg a következő körútunk, amikor lesz nyáron, vagy esetleg hamarabb, akkor azt a vonalat is belejtjük az utunkba. Dani, hogyan tervezték meg az utak, meg a tapasztalatok dokumentálását? Fotót azt csinálnak mindenhol, mindenről, de van-e ennek valami leírt, kialakult formája, vagy még egyelőre ahogy jön, úgy készítik el? Jelenleg az útvonalat indulásunk előtt körülbelül 2-3 héttel tervezzük meg. Összenézzük a menetrendet napra pontosan, hogy ne egy valami csúszás legyen, mert sajnos már volt olyan, hogy elnéztük egy kicsit. A fotókat, meg néha készülnek videók is, azokat úgy randomszerűen készítjük, ahol épp sikerül, meg ahol van rá időnk, mert néha egy-két percünk van átszállni. Az utóbbi időben sajnos volt tapasztalatom arról, hogy a MÁV az egy elég bonyolult és nagyon papírhoz ragaszkodó szervezet. Volt-e ilyen problémájuk például fotózni? Nem biztos, hogy lehet mindenhol, vasútállomáson, vagy éppen szerelvényeket? Nekünk még nem szóltak érte, tudunk róla, hogy vannak olyan területek, ahol nem szabad, de mi ezeket tiszteletbe tartjuk, és peronról fotózunk, ahol szabad, meg betartjuk a biztonsági korlátot is. Amikor olvastam a Facebook oldalukat, roppant tetszett nekem az, hogy milyen profi módon ismerik például a mozdonyokat.
Ez a tudás, ez az ismeret honnan van? Főleg így utazásaink során, meg elég sokat is foglalkozunk így a vasúttal, úgymond ezzel nőttünk fel mindketten. Ön a tanulmányai során foglalkozott egyáltalán ilyesmivel, hogy vasútvonalak, vagy mozdonyok, vagy szerelvények? Igen, vasútvonalakat, például idén közlekedésföldrajzból meg kellett tanulni a fontosabb állomásait elég sok vasútvonalnak. Hát az nekem nem okozott nagy gondot, mert ugye már elég sokat ismertem. A mozdonyokat meg szerelvényeket nekem a vasutas család múltja segített így meg a sok utazgatást megtanulni. Például az, hogy a Szergely az melyik típusú vontatójármű, de láttam ezt nagyon alaposan, meg nagyon jól tudják leírni, meg bemutatni. Beszéljünk a körútról, arról a nagyobbról, amiről én is olvashattam, tehát ami Tiszafürettől Zala megyéig, Dunatisza köze, Győr, Balassagyarmat, valamilyen bonyolult útvonalon. Azt hogyan tervezték meg, és mi volt a cél valójában? Ez a második körútunk végül is, ez úgy indult, hogy két külön nap indultunk el innen Tiszafüredről. Norbi már január 1-én fölment Budapestre, ő ott aludt, én meg január 2-án reggel indultam utána, és akkor végül is Budapestről folytattuk együtt útjunkat. Most főleg így a nyugattal próbáltuk meg a Dunántúllal összehasonlítani ezt a vidéket. Hát ugye most eljutottunk Szombathelyre is például, Győrön át. Voltunk a Balaton északi partján is, amely ilyenkor is nagyon szép, csak hát a köd miatt nem nagyon lehetett látni a Balatont. Meg számunkra az volt a fura, hogy mikor így nyáron ott voltunk, ugye azóta nem jártunk arra, akkor sok ember volt, most meg szinte senki. De így felfogtuk, hogy az időjárás is, mondjuk ami elég szeszélyes volt az egész körút során. Jártunk olyan mellékvonalon is, amely ugyanúgy be volt annó zárva, mint a Tiszafüred kalcag is, vele együtt lett újra nyitva. Ott az összefogás miatt már nem napi két pár vonat van, mint jelen esetben nálunk, hanem napi 8 pár vonat. És ott a vonalon a megállók is környezete is ilyen fővonali szinten van. Összesen mondjuk ez a második körút, ez hány kilométer volt? Gondolom sokszor kiszámolták azért, hogy mennyit kell utazni. Norbi, hát emlékszik rá? Hát most ez, ha jól emlékszem, ez 1167 kilométer volt. Hát szép. Hivatalosan a körjegyünk, amit vettünk, az 1067 kilométer volt, csak nekünk még volt egy kisebb kitérünk ugye Szombathely fele, mert ott kaptunk haverunktól szállást, és ugye hát azt mondtuk, hogy akkor azt is beleszámoljuk, és így azzal jött össze még plusz 100 kilométerünk, és akkor azt mondtuk, hogy akkor így 1167 kilométer. Ami előtte volt a legelső körútunk, az meg 1190 kilométer volt, de már Dani például utazott ennél hosszabbat jóval, úgyhogy ez még most igazából csak ilyen kisgyerekeknek való körút volt így a mi szemeinkből. Dani biztosan tanulta is, amit én, mint történelem szakos tudok, hogy Magyarország vasútvonala a sugaras elrendezésű egy Budapest központtal. Tehát ebből adódik, hogy borzasztó nehéz lehet megszervezni, hogy függőlegesen és vízszintesen utazzák át, vagy utazzák körül Magyarországot. Hogyan ment ez? Mennyi szervezés? Mennyi munkát kívánt? Már az előbb említette, hogy a menetrend az nem egy egyszerű dolog Magyarországon. Hát nem csak a menetrend, hanem ugye például a jegyvásárlásnál sem mindegy, mert kétszer ugye azt az állomást nem érinthetjük. És ezért kell elég sokat variálni, ugye, hogy ne legyenek ütközések, mert például Tiszafüredre se érkezhetünk, se gyártelepre, mert nem szereti elfogadni a jegykiadó gép. Ezért mindig variálunk egy kicsit, egy ilyen plusz kiegészítő jegyet veszünk, akár egyekről, vagy poroszlóról is. Mivel sugaras elrendezésű, így néha elég nehézkes mondjuk megcsinálni, amit szeretnénk, mert ugye sok az ilyen kis zsákvonal, ahonnan nem nagyon tudunk visszajönni. Ezek közül jelenleg még nem nagyon tudtunk sokat bejárni, de az is terve van véve. Mi a tapasztalatuk? Mind a kettőjüktől kérdezném. Szerintem óriási különbség van technikában, színvonalban, Magyarország vasútvonalai és vasúti lehetőségei között. De mondják el inkább önök, mi a tapasztalatuk? Gyesev és a tiszafüredi karcag vonal. Hát például az én tapasztalatom az, hogy ugye ott a nyugaton nagyobb az összefogás is, meg sokkal fejlettebb minden, és akkor most ebből jön az, hogy jaj, Ausztria miatt. Nem csak Ausztria miatt,
hanem ott az emberek is tesznek azért, hogy jobb legyen. Nagyon sokan hallottam olyat is például sok embertől, hogy adakoztak például vagy alapítvány számára, és akkor, hogy javítsák például fel a pályát, vagy egy kicsit új szerelvényeket szerezzenek be. Meg ugye összefogtak a menetrendért, mert fontos volt a településnek az eljutás két nagyobb város között is. Norbi, tapasztalatok? Hát én nekem igazából nagyobb az a Gyesev és a MÁV közötti nagyon nagy ellentét. Ugye a Gyesevnél azért már most azt lehet látni, hogy azért ők is veszik sorba ezeket a új, modern mozdonyokat jelen esetben. Ugye most is van nekik egy pályázatuk erre kiírva. A MÁV is azért szerez be ilyeneket, mint ugye most, ami legutoljára kaptunk, a Flirt motorvonatok, amik azért eléggé komfortosak, csak hosszú távon nem a legjobbak, mert más ember már tényleg elüli rajta a seggét, tényleg, hogy most ott már tényleg nem tud mit csinálni, mert fel kell állni onnan. De viszont a Gyesevnél ugyanez a motorvonat van, csak az ő színeikben persze, és az valamennyivel kényelmesebbnek tűnt nekem, de mondjuk összehasonlítva, ugye nálunk a MÁV-nál a mozdonyok korának az átlaga az olyan 25-30 év, mert ugye már hát kezdjük ott, hogy ezek, amik most itt is jár felénk benzinmotorvonat, ugye a Studenka gyártmány, az már most lassan 30-35 éves. És azért e körül van ugye a Szili, a Giganti is, ugye a Szerge, és amikor annó bejöttek ezek is hozzánk, azok is már ugyanebben az életkorban vannak. Jó, mondjuk próbálja már azért ezt egyensúlyozni az ugye a Flirt motorvonatok, amik már lassan olyan 6-7 évesek, mellette még ugye megvette a Taurusokat, a Traxokat, amikből jelen pillanatban újabb pályázat van, hogy 25-öt, nem tudjuk ebből igazából, hogy mi fog előjönni, mert olyat is hallottunk, hogy nem fogják ezeket behozni, visszamondják a pályázatot. De viszont ha a Gyesevet nézem, őnálok ez az átlagkor, ez ilyen 10-15, maximum szerintem 20 év körüli lehet, és azért nagy eltérések vannak ahhoz képest, hogy a Gyesev az éppen hogy birtokol vagy 6-7 vonalat, de viszont a MÁV, ugye ő neki már majdnem az egész ország a kezébe van, és viszont járműállományilag korban nagyon alacsonyan vannak. Persze azért mennek a folyamatos felújítások, ugye itt is nálunk a benzinmotorvonatokat azért újítják folyamatosan felfele, sőt hírek szerint olyat hallottunk, hogy majd ezek légkondicionált vonatok lesznek, úgyhogy nem lesznek nyitható ablaké, csak normál légkondi. Ez már most jelen pillanatban van belőlük, de meg szeretnék hagyni ezt a retro, hát nem retro, mert hivatalosan ugye full pirosak lennének, de meg akarnák hagyni ezt a sárga-piros kinézetüket, ugyanúgy csak megkapnák a légkondicionált utasteret, úgyhogy próbálnak azért fejleszgetni, de átlagkorban akkor is még a MÁV az nagyon alul van. Van-e olyan barátjuk, ismerősük, aki vasútügyben egy kicsit segít tanácsot adni? Mert most Norbitól is azt hallom, hogy nagyon szakszerű meghatározása volt a jelenlegi állapotoknak. Van-e olyan szakértő, akinek a segítségét igénybe veszik? Vagy persze. Elég, hogyha leülünk és elolvasunk mindent, amit lehet? Nem, hát főleg ugye mi utazásaink tapasztalatai alapján, de természetesen akadnak ilyen barátok itt Tiszafüreden is, akár csak a MÁV állomáson a dolgozók itt nálunk. Jobban vagyunk ugyanúgy az állomásfőnökséggel, mint a forgalmistákkal, vagy például számos állomás az országban így vannak nagyon jó vasutas ismerőseink, akár mozdonyvezetők, vagy forgalmi szolgálattevők is. Én meglepve tapasztaltam, hogy magának a vasútnak milyen óriási rajongó tábora van. Tehát nem csak a vasút modellezés, ami ugye egy külön ág, hanem vasutas baráti körök, vasútállomásokról vannak fotók, és azok állandóan folyamatosan bővülnek. És ugyanúgy, ahogy önök is, nagyon sokan tartják fontosnak meg, akár ilyen dokumentálás folyamán is, azt, hogy megörökítsék, és esetleg valamit tegyenek is, azért, hogy talán ennél jobb legyen a jelenleginél. Dani említette, hogy összefogás. Ha néhány évvel idősebb lesz, és mondjuk valami pénz is lesz majd mögötte, hogyan próbálná ezt az összefogást elősegíteni?
kezdeményezni, kikkel, hogyan, a tó mely pontjain, milyen célokat fogalmaztak esetleg már meg maguknak? Például az egyik célunk az lenne, hogy Tiszacsegéig vagy Polgárig is akár újraindulna a vonat. Ehhez meg is lenne a kellett, az utas létszám, mert Tiszacsegélyektől tudjuk, ugye, vasútbarátoktól, meg a polgármesterüktől is, hogy tőlük rengetegen járnának át Tiszafüredre, és orvoshoz is akár, meg vonatta is, de ezt nem teszik meg, mert busza két-három átszállásukba is néha belekerülne, és a vonat emiatt neki komfortosabb lenne. Na most, ha erre lenne pénz, akkor esek, ugye oda a pályafelújítás kéne egy kicsit, mert jelenleg, ha jól tudom, 40 km/h a pálya, és szerintem minimum 60 km/h sebesség kéne rá, mivel a kalcag is se több. Ugyanúgy össze lehetne vonni a kalcagival, hogy kalcag Tiszacsege vagy kalcag polgárjárat. Összekapcsolni a teljes vonalat. Igen, továbbá legalább a nyári szezonra a kalcag Tiszafüred vonalon besűríteni ugye a vonatokat a turisták miatt, mert biztos ki lennének használva, mert nyáron akárhányszor csak kimegyünk az állomásra, vagy utazunk, állnak egyszerűen ezen a szerelvényen, ez a napi két páron is. Az jutott eszembe arról, amit mond, hogy a vasútállomásokkal, legalábbis a környező néhány településen, szerintem az a probléma, hogy nagyon messzire van a település központjától. Tehát eléggé sokat kell, akár 2 kilométert is gyalogolni ahhoz, hogy a vasútállomást, illetve hát a vasutat valaki elérje. Ezen viszont nem lehet változtatni, mert ez egy objektív dolog. Biztosan abban, hogy valóban ekkora érdeklődés meg igény lenne még akár egy ilyen Tiszacsege-Karcag közötti vasútvonal megszervezésére, beindítására? Szerintem igen, de ha nem is Tiszacsege-Karcag, akkor viszont Tiszafüred közt biztos ki lenne használva akár napi 3 pár vonat is. Erre például ott van dunántúli példa, ahol 5 kilométerre is van a települést az állomás, meg a megállóhely. A volántársaság is besegített ebbe. A vonatokhoz csatlakozó buszokat indított ki az állomásközpont, és az állomást a városközpontig. És ők így segítenek. Továbbá ott van olyan busz, amely szombati napokon, amikor nem jön este az utolsó vonat Székesfehérvárról Pusztaszabolcsra, akkor úgymond vonatpótló járatként közlekedik, és elfogadják rajta például a vasúti bérletet is. Hogyan kívánok még tapasztalatokat gyűjteni? Folytatódik-e a körutaknak a rendszere, és hova, merre, és mi a távlati elképzelésük? Mit lehet még csinálni? Hát, szeretnénk ugye tovább folytatni a körutakkal, hogy megismerjük azért Magyarországot, mert azért előttünk is vannak olyan pontok, rejtett pontok, amiket mi se ismerünk. Egy kicsit Kelet-Magyarország, vagy Észak-Kelet-Magyarország kimaradt még, ugye, a sorból, nem? Hát, még én nekem mondjuk számomra igen, de viszont ugye Dani már ismeri, ő, meg azért tényleg már most ott vagyunk, hogy van olyan vonal, amit akárhányszor voltunk körúton, mindig érintettünk. De most már azt mondtuk, hogy inkább érintsünk ilyen rövid, vagy érintsünk olyan vonalakat is esetleg, amiket nem is ismerünk, meg azt se tudjuk, hogy igazából, hogy tudjuk, hogy merre van esetleg, de még nem is jártunk rajta. Ilyen lenne például, hát mondjuk én számomra a Nagykanizsa-Pécs vonal, ugye on igazából sebessel tudnánk esetleg menni, mert ugye ott azok járnak, de ugyanilyen lenne mondjuk az már zsák vonal ott, ugye a Pécs-Magyarbój vonal esetleg, csak hát ugye az a baj, hogy a körjeggyel nem tudunk kimenni, mert ugye ha kimegyünk Magyarbójra, ugyanazon az útvonalon kell muszáj visszajönnünk, ezért oda külön jegy kéne, de tényleg azért szeretnénk több körutat betervezni azért, hogy megismerjük Magyarországot, ha még nem is teljesen, nem 100%-ra, de azért olyan 70-80%-ra szeretnénk majd megismerni, ha még a zsákvonalakat nem is vesszük bele. Dani, az ön tervei, elképzelései, tételezzük föl, hogy lesz majd egy év múlva egy egyesület vagy alapítvány? Hát igen, ugye, hogyha lesz rá alapítvány, vagy egyesület, akkor onnan már nem csak ketten szeretnénk, hanem ugye még akkor a többi tagokkal is szeretnénk, illetve úgy gondolom, hogy mivel ez egy hivatalos szerv, akár így jobban tudnánk így a MÁV-nál is
esetleg érvelni, hogy legalább nyáron például a karcagi legyen besőítve, vagy így a terveink alapján? Ez elég lesz azért néhány hónapra a tanulmányok mellett. Várnak-e további jelentkezőket a csapatba, további vasútbarátokat, lelkes, aranyos fiatalokat, akik csatlakozhatnak önökhez? Hát szeretnénk minél többet azért várni erre, hogy most tényleg jelentkeznek hozzánk. Képeket ugye kapunk folyamatosan, ugye beküldik nekünk tényleg, hogy ők erre is jártak. Ezeket, ahogy tudjuk, meg is osztjuk azért az oldalon. Azért a fiatalokat is buzdítjuk arra minél többet, régebben is beszéltünk már ilyenekről, hogy a fiatalokat is buzdítjuk erre, hogy egy, ha nem is ezt a nagyot, mint amit mi csinálunk, hogy 4 kilométer, vagy na, szóval 1100 kilométer, akkor legalább valami kisebbet, egy egynaposat, nem 3 meg 4, ugye meg ami 5 napos volt. Úgyhogy ezeket próbálnánk majd rásúzni egy kicsit a fiatalokra is. Hát nem rásózni, hanem inkább csak jöjjenek azok, akik már egyelőre jelenleg is érdeklődnek a vasút iránt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést mindkettőjüknek, és remélem, hogy találkozunk még valamilyen apropóból, vagy éppen amikor egy körutat befejeztek. Köszönöm szépen! Köszönjük!